Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Balázs Péter volt külügyminiszter, aki ugyan volt, de végigjárta tulajdonképpen a ranglétát, és bármiről lehet kérdezni, de nem is húzom tovább az időt, mert időnk az kevés van. Igaz, dupla időt szántunk arra, hogy segítsen nekünk tájékozódni, hogy ebbe a fokozódó helyzetben mi is történik tulajdonképpen az Európai Unióban, az Európai Tanácsban, Németországban, meg egyáltalán, hogy mi történik körülöttünk. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Külügyminiszter úr, segítsen nekünk, mert először is van egy ilyen nagyon furcsa játék, amit ugyan már megszoktunk még annak idején, de ez most már mindennapossá vált, hogy nagyköveteket, diplomatákat megköszönik, hogy ott voltak és hazaküldenek. Hazarendelnek tanácskozásra, berendelnek raportra, és utána az egyik hazaküldi a diplomatáit, aztán a másik hazaküldi, kiutasítják magyarul őket. Mire való ez a játék? Ez egy diplomáciai eszköz, hogyha valamilyen konfliktus támad, akkor látványos és nyilvános módon a világ tudtára lehet adni, hogy itt valami nem stimmel közöttünk. Most olyan mértékben, olyan számban utasítottak ki Európából orosz diplomatákat és Moszkvából európai diplomatákat, ami csak a hidegháború idején fordult elő. Ilyen sűrűséggel, meg ilyen nagyságban. A mögötte lévő dolog elsősorban a Navalnyi ügy Oroszországban. Az, hogy Putyin elnök a lehető legdurvább módszerekkel próbálja elhallgattatni az ellenzék jelenleg legnépszerűbb vezéralakját, Navalnyit, és ahelyett, hogy vitákat folytatnának vele, vagy beszélgetnének, börtönbe csukják, hagyják éhezni, és munkatáborba viszik, és a többi. Na most erre a nyugat figyelmeztető jelzésként kiutasított diplomatákat, az Európai Unió több tagállama ezt megtette, és akkor cserébe jöttek az orosz lépések, tehát lövésváltások. Ez egy elég feszült diplomáciai helyzet, és ismétlem, ebbe az az érdekes, hogy ezt a világ színpadán lehet lejátszani, tehát el lehet mondani, hogy mi ennyi diplomatát utasítottunk ki, és a válaszlépés is a nyilvánosság elé került. Ön az előbb mondotta, hogy európai tagállamok diplomatái, de hát ez nem csak Európára érvényes, hisz az Amerikai Egyesült Államokból is küldtek haza orosz diplomatákat, vice versa. Hát ez a transatlanti család, ugye ez a nagy család, ahol a NATO és EU tagállamai együtt vannak, és legyünk pontosak, nem csak államok szerepelnek, hanem Moszkva például kiutasította az Európai Parlament elnökét, illetve nem utazhat be Moszkvába, nem mintha éppen akarna, de csak hát őt is fölvették erre a listára, mondjuk Sassolit, meg más európai közismert személyiségeket. Azt hiszem, hogy egy pár hónapja volt, amikor az Európai Unió külügyekért felelős biztosa, meg mintha hülyét csinált volna magából Moszkvába. Vagy belőle csináltak azt? Hát Josep Borrellről van szó, ugye... Én ki sem mondom a nevét, mert rosszabb, mint elődje volt, pedig azt hittem, hogy ezt már nem lehet fokozni. Nekem nincs rossz véleményem róla, ismerem őt jól személyesen. De mint külügyminiszter ismeri, és nem mint európai biztost. Kitűnő spanyol külügyminiszter volt, és elvállalta ezt a nagyon-nagyon nehéz munkakört, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, mert miniszternek nem hívhatják, mert egyes tagállamok azt mondták, hogy minisztere csak országnak van, az EU-nak csak főképviselője van. És már ebben az elnevezési vitában benne volt, hogy nem csak a címe
nincs meg az adott munkához, de a felhatalmazása is hiányzik, mert ő csak azt képviselheti, amit a tagállamok egységesen akarnak, és a tagállamok ritkán egységesek, mondhatni sohasem egységesek, hanem valamiféle közös nevezőt kell kihozniuk, ezért hálátlan maga a feladat, mert a legkisebb ország külügyminiszterének is van egy kormányálláspontja, amit keményen képviselhet, ha akar és tud. Na most Josep Borrell valóban elment Moszkvába, és az oroszok, akik ott gyöngítik a nyugati oldalt, ahol tudják, visszaéltek látványosan ezzel a mandátum nélküliséggel, vagy gyönge felhatalmazással, és hát Szergej Lavrov, aki időtlen idők óta külügyminiszter, most már Gromykóval van versenyben, hogy milyen sokáig viseli ezt a tisztet. Nekem is partnerem volt több mint 10 évvel ezelőtt miniszterként, úgyhogy ez nagyon nagy előny egy külügyminiszternek, mert az otthoni csapatát is úgy tudja formálni sok-sok év alatt, ahogy ő akarja, tud csapatot építeni a külügyminisztériumban, és a nemzetközi kapcsolatokban is csupa személyes kapcsolata van, meg az ügyekre emlékszik. Na, hát sajnos szegény Josep Borrellt megszégyenítő módon kezelték, és ezzel tulajdonképpen rávilágítottak arra, hogy Európának közös szinten, uniós szinten igazából nincsenek külügyei. És akkor nézzük a mi szupersztár amerikai külügyminiszterünket. Én nem tudom, lehet, hogy én vagyok egy kicsit ózsdi, de én nálam a külügyminiszterek azok Kissingernél kezdődnek és ott végződnek. Rövid 69 esztendőm alatt sikerült együtt utazni vele repülőn, és akkor, amikor ő nyilatkozik a másodosztályi utasoknak, ugye az újságíróknak a repülőgépen, akkor ő tulajdonképpen nyomdakészen beszél. A magát megnevezni nem akaró magas szintű forrás, de ez nem jellemző az utódaira. Miért van ez így? Hát ritkán adódik olyan nagyon nagy személyiség és nagy tudású professzor, tegyük hozzá, mint Henry Kissinger. Valóban a könyvei itt vannak az én könyvespolcomon is, és rendkívül tanulságosak az elemzései a mai napig. Na most Blinken külügyminiszter egyébként kitűnő háttérrel rendelkezik. Ugye apja volt külügyminiszter, vagy volt nagykövet, bocsánat, Budapesten is, tehát még Magyarországhoz is kötődik. Nagyon jó iskolákba járt, jó gyakorlatra tetszett, és egy kitűnő elnöki-alelnöki párosnak a külpolitikáját kell valóra váltania, tehát nem hálátlan a feladat. Most a biztonsági tanácsban az USA ül egy hónapig az elnöki székben, ez nem nagyon közismert szerep, ugye a biztonsági tanácsnak az ENSZ-ben van 5 állandó tagja, ezek a második világháborús győztesek, és van 10 rotáló, cserélődő tagja, 2 évenként lehet pályázni és elnyerni ezt a rotálódó tagságot. Na most ott vannak 15-en, és ezek havonta váltják egymást az elnöki székben. Tehát az ülést egy hónapig mindig egy-egy ország ENSZ nagykövete vezeti, és ebben a hónapban az USA. Na most ilyenkor egy ilyen mini programbeszédet tartanak a saját külpolitikájukról, és arról is, hogy az adott hónapban ilyen ügyeket szeretnének napirendre tűzni és előrevinni. Nagyon pozitív beszéd hangzott el, ezt interneten meg lehetett nézni. Érdekesség, hogy az ENSZ nagykövet is színes bőrű, tehát nem csak az alelnök asszony, és a nagykövet asszony mondta el ezt a beszédet. Minden benne volt az, hogy visszatér az egészségügyi világszervezetbe, újraindítják a tárgyalásokat az iráni atomalkuról, a klímavédelem ügyében az USA ismét aktivizálja magát, tehát tulajdonképpen visszacsinálnak most a Biden adminisztráció és Blinken külügyminisztersége alatt
szinte mindent, amit Trump elrontott, ahonnan kivonult, amit ő elutasított. És akkor én nekem mi nem tetszik? Ön azért már elég régen ismer engem, akkor lehet, hogy a közel-keleti politikájuk, vagy az Iránnal való finom lelkűség, vagy... Talán, mi az, talán, ami az én objektivitásomat most megtámadta? Igen, talán türelmetlen az amerikai külpolitikával szemben, hogy hol vannak az eredmények, hol van már valami látható dolog, miért nincs béke a közel-keleten, miért hagyják, hogy Irán piszkálja az uránt, és a többi, vagy a dél-kínai tengeren, vagy Észak-Koreában, mi a helyzet. Tehát rengeteg... Meg miért nincs Budapesten még amerikai nagykövet? Meg annyi helyen. Például. Így van. Na most, ugye ilyenkor rengeteg teendő van, különösen amikor egy más úton járó külpolitikát kell visszatéríteni a, mondjuk az én felfogásom, vagy talán mondtad, hogy mi felfogásunk helyett, szerint a helyes útra, és eredményeket produkálni. És ehhez nem elég meghirdetni dolgokat úgy, mint az általam szintén nagyra becsült Obama elnök és Hillary Clinton, mint külügyminisztere tették, ők nagyon sok mindent meghirdettek, és abban aztán nagyon keveset sikerült valóra váltani. Talán jobb az, hogyha kevesebb a füstje és nagyobb a lángja, tehát megy előre a dolog, csak hát ugye az egész világban nagyon nehéz intézkedni, és Biden nem kevesebbet vállalt, mint az, hogy a vezető szerepre visszatér, a jó értelembe vett vezető szerepre, és a példánk erejével fogunk hatni, mondta ő, és még egy szójátékot is csinált belőle, hogy és az erő példájával, ez angolul viszonylag jól jött ki. Tehát az, hogy az USA a súlyának és a felelősségének megfelelő szerepet vállal, és konstruktív lesz a világban, tehát a sokoldalú diplomáciát viszi előre, a megoldásokat ebben a bonyolult helyzetben, amikor melegszik az éghajlat, dúl egy járvány, migrációs hullámok indulnak a világ legfejlettebb részei irányába, és békétlen országok terjeszkednek és fenyegetnek másokat, úgyhogy a helyzet egyáltalán nem... Miniszter úr, de tételezzük föl, hogy én egy szegény sorsú amerikai vagyok, és véletlenül Bidenra szavaztam. Nem igazán az érdekel, hogy a külügyminiszter vagy Amerika hogy lesz újból nagyhatalom és a világ őre, hanem az érdekel, hogy a rozsda területen, ahol én élek, hogy tudom fölnevelni majd a gyerekeimet, és hogy tudom a mindennapi letenni az asztalra. Mikor fog velem foglalkozni az amerikai elnök, és nem az irániakkal, vagy az izraeliekkel, vagy a magyarokkal, hanem a belpolitikával, az amerikai emberek mindennapi jólétével, a szegény emberek jólétével? Az emberek soha nem a külpolitikára adják le a döntő szavazatukat egy-egy választásban, hanem a saját életkörülményeik alapján döntenek, és a legszűkebb érdekköreik szerint szavaznak, és jó, hogyha ebben fölismerik az érdekeiket, ugye, és az is jó, hogyha Magyarországon az emberek az egészségügyi ellátásról mondanak véleményt, a munkanélküliek kezeléséről, a csődben lévő vállalatok, kisvállalatok megsegítéséről, és az USA-ban is ez a helyzet, hogy a közvetlen életkörülmények számítottak és számítanak. Ugyanakkor egy kormánynak ugyanúgy kell figyelnie a külső világra és a nemzetközi beágyazottságára, és ez egy USA méretű hatalom esetében különösen fontos, sokkal fontosabb, mint kisebb államok esetében, amelyeknek viszonylag gyengébb a hatása a dolgok nemzetközi menetén. Na most, tehát teljesen igaz a tézis, de
a belpolitikában és a belgazdaságban Bidenék ugyanúgy megkezdték a cselekvést, és haladnak előre, és ez a demokrata párt hagyományos vonalán történik, tehát ők nem a nagy tőkések és a nagy monopóliumok pártján állnak, hanem próbálnak a szegényebb emberek sorsán lendíteni, és hát az USA-ban nagyon sok teendő van, mert ugyan csillog New York, és még néhány nagyváros, de óriási szegénység is jelen van a világ legnagyobb, vagy legerősebb, katonailag legerősebb országában, és hát az egészségügyi ellátástól kezdve a bevándorlásig sokat teendő. Na de hogyha ennyi szegény van Amerikában, ami tény, akkor miért van szükség több tízmillió bevándorlóra, akik általában nem bankárok, hanem nagycsaládos, nincstelen, jobb jövőre vágyó emberek, akiknek még ez a minimális amerikai szociális háló is többet tud adni, mint a saját hazájuk? Hát szükség régen volt sok bevándorlóra, amikor Amerika épült, amikor a felhőkarcolókat felhúzták, amikor a közlekedési hálózatot kiépítették, amikor az ipar és a sorozatgyártás fejlődött, akkor nyelte Amerika a hatalmas bevándorló tömegeket, sok egyéb között magyarokat is, illetve akkor még az osztrák-magyar monarchia területéről származó szegény szlovákokat, románokat és másokat is. Na most pillanatilag a szükség talán nem a legjobb kifejezés, nincs szükség rájuk, éppen ellenkezőleg problémát okoznak, és Biden most ebben is rugalmasabb próbál lenni, tehát nem olyan mereven elutasító, mint Donald Trump volt, aki kerítést húzott fel és üldözte az illegális bevándorlást, és ezzel az amerikai lakosság azon belül is főleg a jobb és a szélső jobb kedvére próbál cselekedni. Amerika az egyik célpontja a nemzetközi migrációnak. Ugye migráció mindig volt, mert az emberek próbálták a helyváltoztatással is jobb életkörülményeket elérni. Tehát mentek arra, amerre süt a nap, amerre jobb a termés, amerre jobb a legelő. Na most Európában nagyon is jól tudjuk, hogy mit jelent a nemzetközi migráció, hiszen Nyugat-Európa az egyik nagy célpont, Észak-Amerika, USA, Kanada a másik nagy célpont, és azért ott van Ausztrália és a kelet-ázsiai jóléti államok is, arra felé is vannak. De ők kicsit válogatóak, nekik nem mindenki kell. Na most ugye, ha azt mondjuk, hogy kire van szükség, hát persze képzett munkaerőre, erős fiatal emberekre mindenütt természetesen szükség van. Németországban például ez elég élesen jelentkezett, hogy nincs olyan generációs utánpótlás, amely mindenre jó lenne, ezért a németek szívesen és nagy számban fogadnak be külföldi munkaerőt, és kiképezik és megtanítják, bámulatos, én nagyon sokat nézek német tévécsatornákat, hogy idegen nevű vagy eredetű emberek teljesen németté váltak, ugye már egy generáció elég ahhoz, hogy a török bevándorlóból aktív német politikus legyen, és különböző pártok színeiben például évek vagy évtizedek óta szerepelnek elnémetesedett törökök, de mások is, akik vagy az egyik német közcsatornán egy indiai származású hölgy mondja a gyönyörű németséggel a napi politikai kommentárokat. Tehát ők befogadják és integrálják a bevándorlókat. Jó, a kínai televízióban is van magyar bemondónő, aki énekesnő és hatalmas sztár, és imádják őt a nézők, de persze nem minden török vendégmunkásból lesz német hazafi, ezt azért látjuk a Németországban, mi történik, és nem minden kelet-németből lett a mostani Németország elkötelezett híve. Németországban választások lesznek.
Merkel hamarosan a történelem lapjaira kerül, de mielőtt oda kerül, azért elég érdekes dolgok történnek. Mindenféle politikusokról kiderülnek valamik nemre hovatartozásra való nélkül, botrány követ, és még korrupció is van. Ezt hogy magyarázza meg, hisz az én emlékezetemben, amikor azt mondtuk, hogy Németország, akkor jekékre gondoltunk, ami minden tak, ahogy a nagykönyvbe elő van írva, mindenki udvarias mindenkivel, tehát nem olyanok, mint az osztrákok, és dulakodnak, hanem Zerge Herr, és valami más. De hát úgy látszik, hogy nem minden így történik. Hát van egy adott kulturális színvonal, az kétségtelen, meg az is igaz, hogy nem mindenki válik törvénytisztelő német állampolgárrá, hanem vannak deviánsok, vannak terrorista cselekmények is, mind az igaz, amit a kérdésében megfogalmazott. Na most kezdjük a választással. Ősszel parlamenti választások lesznek Németországban, sorakoznak föl a pártok és a csúcsjelöltek, de legelől az uniópártok CDU-CSU állnak, és ők most eldöntötték, hogy két jelölt közül Armin Laschet álljon legelől, aki a CDU politikusa és Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke. Ő egy békésebb figura, inkább egy ilyen német kispolgári képet idéz föl, és nem Markus Södert választották, aki a CSU jelöltje. Ez nem lehet, hogy egy nagy tévedés részükről? Most nem értettem ezt. Nem lehet, hogy a németek részéről ez egy nagy tévedés? Ez a... Hát majd ezt az élet kideríti, lehet, mert ugye Söder egy sokkal erősebb arcél, egy erősebb profil, és lehet, hogy erősebb debattőr is lenne. Laschet a maga módján nem sikertelen, tehát ő ezzel a kicsit csöndesebb, végésebb módszerrel elég sok politikai célját elérte. Na most, de ha a többieket nézzük, ugye pillanatnyilag a nagy koalícióban a másik párt, a Szociáldemokrata párt népszerűsége sokat csökkent, és jön fel nagyon erősen a zöld párt. És ott egy szimpatikus és rendkívül dinamikus hölgy, a csúcsjelölt Annalena Baerbock, aki valószínűleg fontos szerephez fog jutni a német belpolitikában, és ugye ami érdekes, és amit Németországról ilyenkor el kell mondani, hogy ott a 16 tartomány kis színpadain, amelyek nem is olyan kicsik, egyes esetekben Bajorország, Hessen és más óriás tartományok esetében szintén zajlik a politikai előadás, és ott minden párt a legkülönbözőbb felállásokban kipróbálja magát. Ugye most éppen közelmúltban Baden-Württembergben, a délnyugati iparosodott sarokban, a Mercedes hazájában alakítottak kormányt, és ott például a CDU a zöldekkel együtt kormányoz. Tehát nem úgy, mint Berlinben. És mind a 16 tartományban van valamilyen érdekes fölállás, van, ahol a közlekedési lámpa koalíció működik, ami ugye a piros, sárga, zöld, és színek szerint szocdem, liberális és zöld párti koalíciót jelent. Tehát a Bundestagban is kialakulhat egy másik koalíció, majd meglátjuk, hogy milyen. Valóban a Merkel korszak véget ér, még nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy fogják hívni a német kancellárt, de az biztos, hogy Európára nézve nagyon nagy hatással lesz a német választás. Ez egy nagyon jó végszó lenne, de én nem engedhetem el önt annélkül, hogy arról egy mondatot váltsunk, hogy Merkel azért az AfD-t is karban tudta tartani. Vajon mi a jövője az AfD-nek? Hát ugye az AfD, mint szélső jobboldali párt bejutott a szövetségi parlamentbe, és ez egy teljesen új helyzetet teremtett Németországban, mert hosszú-hosszú ideig, évtizedekig szélső jobb hangok nem hallatszottak a német szövetségi törvényhozásban. Most az AfD följött főleg, nagyon érdekes módon, a volt NDK
területén. Ez az, amikor Kelet-Németországról beszél. Semmiből indulva 20% körüli népszerűségre tett szert. Ami érdekes, és amiben Merkelnek bizonyosan van szerepe, hogy a teljes demokratikus oldalt sikerült fölsorakoztatni az AfD-vel szemben. Tehát nem csak a kormányzó nagy koalíció, CDU-CSU plusz szocdemek, hanem a zöldek, szintén a Bundestagban egy szünet után visszakerült FDP, liberálisok, a balpárt, a volt NDK egypártyának a kései örököse, mind azt mondják, hogy az AfD-vel nem állunk össze. Tehát az AfD az abszolút ellenzék, amely nem csak a kormánnyal, hanem minden más párttal is szemben áll. Ez a napi vitákból is kiderül, és jó lenne, ha ez így maradna, még tartományi szinten sem kormányoznak együtt az AfD-vel, tehát az AfD pillanatnyilag hangos, erőszakos, ellenzéki, de nem kormányoz Németország. Miniszter úr, itt folytatjuk a jövő héten, és legközelebb azért az AfD-vel kezdünk, és addig megnézzen utána, hogy mikor kezdődik, vagy ön szerint mikor kezd az AfD cukisági politikája, és mikor kezdenek majd kollaborálni vele, és milyen hatása lehet ez a német külpolitikára, meg a világ véleményére. Kedves nézőim, az elmúlt fél órában dr. Balázs Péter volt külügyminiszter, és a külügyek és a világ nagy tudora volt vendégünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és feltétlenül várom a következő találkozót, mert így egy fél óra alatt be tudjuk járni a világot, és tudjuk... és sokkal tanulságosabban, mint hogyha az újságokat olvasnánk. Köszönöm, hogy velünk volt. Most előzetesek, és már is érkezik Závetsz Tibor. Őtőle meg azt tudjuk meg, hogy miről álmodik a magyar nép, hogy a gömbjében hol tart a Jobbik a cukisággal és a többiek. Tartsanak velünk.